Sziasztok! Köszöntelek titeket a Szolidaritás Podcast legújabb adásában. Kérlek, hogy lájkoljatok minket, és itt alul látható bankszámlaszámunkra utaljatok egy kis támogatást, hogyha megtehetitek. Mai vendégünk Pál Éva, a Szolidaritás Mozgalom csepeli vezetője, és Székely Sándor, a Szolidaritás Mozgalom országos elnöke. Elsőként Éva, hozzád fordulok. Szerintem. Rólad köztudott, hogy tőzsgyökeres csepeli vagy, de az is köztudott, hogy a 80-as években, 70-es évek végétől 80-as évekig ugye egy nemzetközi hírű popstár voltál. Fölteltem-e úgy a kérdés, hogy miért maradtál mégis Csepelen, miközben ilyen fényes ragyogás vett körbe téged? Hát Csepel a szívem csücske. Tudnék, ugye 52-ben születtem, édesapám a csepeli gyárban dolgozott, és ő Kossuth Díjas feltaláló volt. Na most én szeretném, vagy szerettem volna ezt a vonalat, hogy így mondjam, továbbvinni, hogy az ő sikereit én is meg tudjam ismételni, és hát így kerültem gyakorlatilag az énekesi pályára, és hát ott tulajdonképpen 90-es évek közepéig voltam. Igen, és Csepel számomra a gyerekkoromat, hát a mindent jelenti. Méghozzá azért, mert részben egyik részről ott van a gyár, amiről ugye apukám révén ő ott dolgozott? Ő ott dolgozott, igen, és hát ott találta fel a légpárnát, illetve légpárnás köszörűgépet. És én nagyon sokat voltam benne a gyárban, és a mai napig nosztalgiázom egyébként ott. Ez az egyik része a dolognak. A másik pedig, hogy ugye a gyerekkoromat töltöttem a királyerdei dombokon, akkor a Duna, imádom a Dunát, a kis Dunát. Csepel tulajdonképpen egy nagyon érdekes kerület, és egy nagyon-nagyon jó adottságú kerület, hiszen azon kívül, hogy egy Csepel-sziget, azon kívül van lakótelepi része, tehát ezek a tízemeletes óriás tömbök, hogy így mondjam. Van kertvárosi része. Köszönöm szépen. Van kertvárosi része is, és hát van a csepeli rózsadomb, aztán szóval sok minden, Csepelen tényleg nagyon sok minden lehetőség, és nagyon sok minden dolog van. Nekem az az álmom, az egyik nagy álmom egyébként, hogy Csepelen olyan sok minden jót lehetne tenni még. Szóval Csepelen gyakorlatilag 30-40 ezer ember dolgozott, amikor a gyár létezett. Az szép. És most pedig, hát körülbelül talán olyan 7-8 ezer ember úgymond birtokolja a gyár egy-egy kis részét, és a többi pedig tönkre megy. Ez nekem nagyon-nagyon, sokszor járok oda-vissza, mondom, még mindig megyek nosztalgiázni, és keresem a régi helyeket, ahol voltam. Ez a csepelieknek egy nagy szívfájdalom, ugye általában. Egész Budapestnek, vagy országnak. Ez egy rózsdatemető, én mindig teljesen elszomorodok azon, hogy gyakorlatilag egy rózsdatemető, amiből egy kulturális, egy ipari csoda volt tulajdonképpen. Európa egyik legnagyobb. Mind építészetileg, mind. Építészetileg is, meg. De hogy mit lehetne belőle csinálni? Arról na, mik az elképzeléseid? Ó, hát nagyon sok. Feldobtam a labdát most neked. Igen. Az egyik, mondom, egy kulturális, egy sportcentrumot tudnék oda elképzelni, de tovább megyek, oda akár hát kikötővel rendelkezik, a Dunához közel, illetve hát a Duna parton van gyakorlatilag, a Nagy Duna parton egyik oldala, a másik oldala a Kis Duna, amelyik tulajdonképpen egy üdülővezetnek felel meg. Tehát annyi minden van itt, amit lehet, összekötni, illetve egymás segítve gyakorlatilag a csepeli embereknek olyan újabb lehetőségeket, amelyek most nincsenek. Nagyon sok olyan problémát látok én például Csepelen, és tényleg főleg Csepelen. Mióta beszedték, most egy nagyon profán témáról fogok beszélni, mióta beszedték az összes szemetes ládát, azóta hát szemetes Csepel. Hát itt mese nincsen, szemetes Csepel, eldobálják a csikeket, hova tegyek, mert ha van is egy szemetes láda, abból már kicsordul az, ami van. Tehát nincsen
hogy mondjam, nincsen egy hát tudom, megint egy furcsa, de nincs egy közvécé. Tehát ez elég nagy probléma Budapesten is. Nem csak, igen, Budapesten, de most én a Csepelről beszélek, persze, főleg, mert Csepelen ráadásul nagyon sok idős ember van. Na most szoktam mondani, amikor itt a 72 emberekkel beszélgetek, hogy szoktam mondani, és hát nagyon sokat beszélgetek idős emberekkel, korombeliekkel, stb., akiknek, tudom, de egészségügyi problémát okoz az, hogy adott esetben nem tud hirtelen hova menni. Nagyon-nagyon örülnék neki, hogy ez egy új projekt, amiről hallottam, hogy ilyen bio illemhelyeket, bio-öko illemhelyeket lehetne létrehozni, amelyek fenntartható hosszú távon. Egyébként is az én gondolataimban nagyon sok minden olyan van, ami hosszú távra szólna. Ilyen például a közlekedés. Hát a közlekedésnek én magam is ugye naponta szinte benne vagyok, hogy az megnövekedett óriási teherforgalom miatt, amit ugye az agglomeráció felé kiépítettek, raktárak, stb., akkora a teherforgalom van, hogy állandóan bedugulnak a ki- és bevezető utak, ugyanúgy kijönni nem lehet Csepelről, mint ahogy bemenni nem lehet. Hát két út vezet, ugye, ha jól tudom, igen, mindösszesen hány ezeren laknak Csepelen? Hát régebben még több mint 100 000 laktak, ugye, most fogy sajnos Csepel lakossága, ez körülbelül mostan 70 000 körül van. A legutóbbi választásokon 73-74 000 volt, azt hiszem a konkrét szám. Na de ennyi emberre van kettő darab út, ami késbe vezet nagyjából. És az hagyján, igen. De ugye és akkor még a Csepel agglomeráció, tehát ugye Sziget-Szent Miklós, ami szintén, ami viszont már egy 40-50 000-es város, tehát és onnan is ők is csak onnan tudnak hát, kijönni. Hát hogyne, ők de. Is csak meg rá, meg szóval még Ráckevés bizonyos szempontból, tehát ez egy óriási probléma Csepelen. Óriási probléma, még, hát Halásztelken például valamelyik nap jártam Halásztelek felé, egyszerűen szinte nem ismertem meg. Olyan hatalmas fejlődés az egész környezetében. Na most ezt a mi utaink már nem bírják el egyszerűen. A Hév szintén, tehát a Csepeli Hév szintén, hogy úgy mondjam, egy kicsit el van maradva fejlesztésileg, fejlesztés tekintetében. Én például ehelyett, ez volt az egyik ilyen vízióm, hogy ami hosszú távra megvalósítaná Csepel problémáját, közlekedési problémáját, ami máshol is, külföldön is, nagyon sok helyen működik már, a függővasút. Uh-huh. Igaz, hogy elég komoly pénzbe kerülne valóban kiépíteni, de ezt a függővasutat, ha kiépítenék mondjuk Tökölig akár, vagy Sziget-Szent Miklósig, óriási módon meg tudná évtizedekig. Oldani. Évtizedekig meg tudná oldani a közlekedés problémát. És ugyanakkor azért még mindig lehet tovább fejleszteni is nyilván, de most, ami most van, én ott nem látok, nagyon nehezen látok bármiféle továbbfejlesztési lehetőséget. És ez nagyon nagy baj. Drukkolunk neked helyben. Köszönöm. Sándor, hozzád fordulok. Az elmúlt hetekben volt egy olyan érzése, hogy mint a te lennél a főpolgármester, ezt ki is fejtem, hiszen egyrészt Karácsony Gergely bedobta, hogy legyen, hogy Budapesten senki ne hallhasson meg. Ez ugye nektek az Ebra Minimum nevű projektetekhez kapcsolódik, csak ő máshogy hívja. És a másik projekt pedig a legfrissebb, hogy csak civil szervezetek induljanak az önkormányzati választásokon. Te vagy Karácsony Gergely csak maskarában? Fejtsd már ezt ki, légy szíves. Hát igen, néha én is úgy éreztem, de ez bennem is megvolt, ez nagyon-nagyon fura. De hát nem ez a helyzet. Jelen pillanatban nem vagyunk kapcsolatban a főpolgármester úrral. Ugye nyilván nekünk ez az Ebra Minimumos ügyünk ugye nem feltétlenül csak Budapestre vonatkozik, hanem az egész országra. De örömmel vesszük. Tehát, hogy mondjam, nyilván annak nem örülök igazándiból, hogy ezt nem velünk közösen kommunikálta a főpolgármester úr, pedig hát azért mi támogattuk őt a kampányban, tehát azért amikor oda került a sor, tehát akár még együtt is kommunikálhattuk volna ezt az ügyet, de ez nem jött össze, de mindegy, mert itt arról van szó, hogy kevesebb ember halljon meg, és igen, ez a lényeg, igen. És őszintén szóval, ha kevesebb ember hal meg, akkor mi nagyon boldogok leszünk, úgyhogy végeredményben mi örülünk, hogy a Szolidaritás Mozgalom Zebra Minimum programja úgy tűnik, hogy legalábbis bekerült a budapesti jelenlegi főpolgármesternek, meg a jelenlegi BKK-nak a programjába.
Hát ezt végre is kell azért hajtani, ehhez még törvényjavaslatokat is kell néhol változtatni, tehát ez egy hosszú munka, de én nagyon örülök, hogy egy ilyen fontos, egy Magyarország nagyobb városában gyakorlatilag a programunknak, vagy a Zebra Minimum programnak a 95%-a átment. Ugye a másik ügy, hogy ha jól értem, a főpolgármester úr is arról beszél, hogy hát valamiféle ilyen ernyőszervezetben gondolná az indulást az önkormányzati választásokon. De ennek örülök a gondolatnak, hogy ők is erre felé gondolkodnak. Ugye mi azt mondtuk, és most is azt mondjuk, hogy minden olyan politikussal, vagy szervezettel, akik túl tudnak lépni a pártpolitikán, azzal mi nagyon szívesen egyeztetünk, hát meg kell nézni a programokat, meg minden más egyebet, de hogy mi annak örülünk, hogyha ez a gondolat nem csak a szövetséges mozgalomtól jön, hanem más akár pozícióban lévő politikai erőtől. Egyébként egyre több helyről jön ez. Tehát úgy tűnik, hogy amit mi elkezdtünk mondani egy fél éve, az most kezd beérni. Hát én ehhez csak annyit tudnék hozzá tenni részemről, hogy Csepelen is ugye a civil mozgalommal fogunk indulni, illetve fogok úgymond indulni, és ennek nagyon fontos oka az, hogy városban máshol is, tehát Budapesten máshol is, de Csepelen kifejezetten például a Fidesz és a polgármester aki szintén fideszes, tehát a Fideszen belül van egy olyan ellentét, kibékíthetetlennek látszó ellentét, ugye, amely nem tesz jót a közös munkának. Ennek úgy lehet véget vetni, és ezzel én nagyon-nagyon egyetértek, hogy olyan emberek kerüljenek az önkormányzatba, és olyan pozíciókba, akik pártállástól függetlenül nem a párt politikát követik, hanem egész egyszerűen az embereknek a helyi megfelelő, tehát a kerület, saját kerületének, az embereinek az érdekeit képviselik. És erre mondom, egy eklatáns példa ez, hogy a Fidesz fölborul, nem borul, benn vannak, nincsenek, most éppen ölik egymást, vagy pedig versenyeznek egymással. Miközben tele van Csepel olyan problémákkal, szociális problémáktól kezdjem, vagy mondtam, az előbb említettem ugye az időseket is. Csepelen nagyon sok idős van, és nagyon sok ellátásra szoruló idős ember van. Én saját magam, ahogy kocsikáztam néhányszor ugye Csepelen, gyakorlatilag nagyon, hát nem az nagyon sok, legalább 4-5 olyan emberrel ismerkedtem meg, akire azért álltam meg a kocsival, mert láttam, hogy nem tud tovább menni. Nem tud hazamenni. Tehát, mert elmegy vásárolni, egyedül van, nincs aki ellássa, nincs aki segítsen. Na most ebben a katasztrofális egészségügyi helyzetben azért ez egy nagyon-nagyon nagy probléma többek között. Nincs szociális ellátó elég, ugye, hogy most csak az idősekről beszéljek. Igen, és akkor ilyen körülmények között augusztus az, hogy Csepelen éppen a fideszesek veszekednek, de az egész városban, az egész országban tele vagyunk ilyen hírekkel, hogy melyik párt hol, miért gyilkolja a másikat, ahelyett, hogy nyilván a helyi ügyekkel, mert a helyi megoldandó problémákkal foglalkoznak, és ne saját magukkal. Jó lenne, hogyha ez a pártpolitikai logika kikerülne. Úgyhogy igen, hát ezt üdvözöljük. Hát még nem vagyunk egyelőre Budapest irányítói között, de ez a dolog, nagyon remélem, hogy májusra megváltozik, mármint 2024 májusára ez változni fog, ezért dolgozunk Csepelen is, és a Budapest és az ország összes többi településén. Legyen ez a végszó. Nektek köszönöm a figyelmet, iratkozzatok föl, és támogassatok minket, ha tudtok. Sziasztok! Szevasztok! Szervusztok!